Lenyergelik a lovat, megérdemelt pihenés vár rá a verseny után. A ló és lovas jó kapcsolata elengedhetetlen a sikeres versenyhez. Lilla kiskora óta lovagol édesapja ösztönzésére, azóta teljesen beleszeretett a lovaglásba. Megtanulunk felelősséget vállalni egy állat iránt, meg hát van kivel foglalkozni, mindig felelősségtudatot kapunk ezáltal. Az árnyoldala meg az, hogy teljesen rabul ejt, és utána szabad idő nem lesz. Tehát nem fogunk eljárni úgy a barátokkal bulizni semmi, hanem mindig a lovarda lesz. A versenyeken a nyírbátori lovasok szép eredménnyel zártak. A helyi lovasklub fiataljainak ez jó lehetőség a tapasztalatszerzésre, mert közülük többen megmérettetik magukat országos versenyeken is. A második alkalommal megrendezett lovasnapokon díjugratás, fogadhajtás, ügyességi verseny számban indulhattak. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt kikapcsolódást, szórakozást, sportot jelent, mert ugye lovasoktatással foglalkozunk, lovagoltatással foglalkozunk, mellette, hogyha a szülő is elkíséri a gyereket egy nagyon kellemes és szép környezetben, eltörheti a szabadidejét, és mellette még a gyerek ugye tud lovagolni. Na most ezt is valaki hobbi szinten, valaki profi szinten űzi ezt a lovaglást. Ez a 100x50 méteres homokos pálya nemrég készült el, ami kiválóan alkalmas mindenféle lovas sportra. A fedeles lovardában lovasoktatással foglalkoznak, a szabadidős tevékenységeik nagyban hozzájárulnak a város turisztikai kínálatához. 2 évvel ezelőtt nem titkolt cél volt, hogy ez a fedeles lovarda, ami első lépcsőként a fürdő mellé épült, az központja legyen egy olyan természetbe illő, zöld környezetben lévő városi ligetes területnek, ahol aztán folyamatosan bővítjük és fejlesztjük a szolgáltatásokat. Ezzel párhuzamosan indítottuk meg ezt a rendezvénysorozatot is, ami gasztrolovas fesztiválként itt működik, és nagyon komoly tervekkel nézünk a jövőbe. Szeretnénk minél több olyan szolgáltatást kialakítani itt, ami a helybélieknek, a térségben lakóknak, és az idegenforgalom szempontjából ide látogató turistáknak is plusz attrakciót, szolgáltatást, kikapcsolódást jelent. A városban egyébként összehangolják a fürdő, a lovarda és a hamarosan megépülő kalandpark szolgáltatásait is. Az idei lovasfesztiválon gasztronómiai különlegességeket is lehetett kóstolni, szárnyasból készült minden étel.